nemzetközi legitimált a Kádár rendszerben. Jó, amikor korábban valahol. Mert a nemzetközi nézése a Kádár rendszernek az volt, most itt a nyugati térben ez alatt elsősorban, hogy itt egy olyan liberális gyakorlat van, amire nincs másik példa, és hogy ez a Kádár és a Kádár rendszer és az ACG az valami más. Ez nem a belső legitimáció. Tehát próbáljunk egy kicsit most a kódára harcolni ez a Először is olyan nagy különbség nem volt mondjuk Lengyelország és Magyarország között. Lengyelországban nem volt egy Acél György, egy Kliskó személyisége semmilyen vonatkozásban nem állítható Acél mellé. Ugyanakkor a lengyel kultúra termése, minősége az legalább olyan volt a képzőművészet területén, sokkal inkább, tehát a lengyel színházban is, a lengyel filmben is. Úgyhogy ebben a tekintetben Magyarország annyira nem emelkedett ki, hát mondjuk Romániához képest, persze, Bulgáriához képest, de minden esetre nagyon kis személyiségek, kulturpolitikus személyiségek alatt is létrejött olyasféle kulturális élet, mint Magyarország. De az alapvető probléma az, ugye az, hogy ennek a magyarországi rendszernek 56 után nem volt elve, elmélete, ideológiája, semmi ilyesmi. A Károlyit idézték azzal, hogyha nincs forradalmi gyakorlat, akkor nincs forradalmi elmélet. És hát ez volt a helyzet. Forradalmi gyakorlat nem volt, és forradalmi elmélet sem volt. Marx jövőképe szerint a legfejlettebb országokban, amelyekben olyan a produktivitás, hogy senkit nem irigyelnek, mert ők a legproduktívabbak, ugyanakkor a munkásosztály elviselhetetlen és tűrhetetlen helyzetben van, hogy ilyen körülmények között történik valami a kapitalizmussal. Ilyen körülmények között lehet legyőzni. Ilyen körülmények sehol nem voltak, mindenhol, ahol a kapitalizmus legyőzték, olyan helyzet alakult ki, hogy a produktivitásnak egy sokkal alacsonyabb foka volt, az életszínvonalnak egy sokkal alacsonyabb foka volt, és az a hatalmas folyamat, ami borzalmas életviszonyokkal és a demokrácia majdnem teljes hiányával indult a korai kapitalizmus korában az angliai szegény törvényekkel, annak az utolsó szakasza 50 és a 70-es évek között Nyugat-Európában elérte egy rendkívül magas szintet. Tehát azt ne felejtsük el, hogy miközben Magyarországon az folyik, ami közben van egy hatalmas fellendülés a nyugati világban, ami mellett a magyarországi eredmények eltörpülnek. És amint ez a szakadék nyilvánvalóvá válik, a rendszernek vége, és az, hogy itt miért nem érvényesülnek különböző emberi jogok, miért nincsenek szabad választások, egyáltalán miért van diktatúra, ami egyáltalán a legkevésbé sem proletár, és ezt minden hülye tudta, mert ez annyira nyilvánvaló volt, ezt nem lehetett megmagyarázni. Voltak mindenféle fedő ideológiák, de hiteles ideológia nem volt és nem lehetett, mert erre egyszerűen nem volt elméleti magyarázat. És ebben a helyzetben kellett olyan kulturális életet menedzselni, amelyben tényleg értékek vannak, és abban minden érték a rendszer ellen szól, mert ott kritikai. És a bajok mindig azokkal voltak, akik komolyan vették, így vagy úgy. Mindig azokkal volt a baj, akik elvi politikát folytattak, akik komolyan vették vagy ezt, vagy azt, vagy a kommunizmust, és megállapították, hogy ez nem arra megy. Egyáltalán sem el. Tehát az, hogy a
szövetkezett, jó, akkor ebben nem érjek tovább, jó. Hát akkor én most már eleget beszéltem. Jó, csak azt mondtam, hogy olyan helyzet alakult ki, hogy a társadalmi státusz quo minőségileg, szerkezetileg nem mozgott sem erre. Ugye az elmélet szerint mozognia kellett volna valamilyen kommunista állapot felé, és egyáltalában nem mozgott. Mindenféle reform próbálkozás az arról szólt, hogy próbáljunk szocialista viszonyok között annyira kapitalisták lenni, amennyire csak tudunk, mert ez egy sokkal jobb és sokkal termékenyebb rendszer. Tehát ez a reformizmus, ez nem a szocializmusnak egy jobb kiadása volt, hanem visszavétele, mert az derült ki, hogy a revizionistáknak volt igaza annak a szociáldemokrata mozgalomnak, amely prokapitalistává vált, és a kapitalizmus szociális menedzserésével foglalkozott. Oké, köszönjük szépen. Tessék. Magas. Jó, tehát hogyha arra sommás kérdésre kell válaszolni, hogy volt az acélkorszak pozitív hozatéka, akkor... Nem, hogy volt-e. Volt-e. Összeleksőtni azt a kultúrás teljesítményt a kultúrpolitikával, nem. Attól független. Ami pozitív, az éppen a politika ellenére született, nem mint ezt az Európa. Igen, de a formai szinten ilyen keretek között, vagy mármint ebben a néhány percet, csak sommás választható, de világos, hogy ha azt kérdezik, hogy mi a pozitív hozadék a pacientvonalazásra, azt kérdezik, hogy mihez képest. Nyilván történik lehet mérni az előzményekhez, és lehet mérni a következményekhez. Most ha a Rákosi korszakot megint zárójelbe tesszük, akkor, és visszaugorni nem először a Horthy korszakra, akkor én azt mondanám, hogy a Horthy korszak a kultúrpolitikájához képest, a célkorszak, és itt ambivalens eredmények vannak, nagyobb nyitottságot és kisebb pluralizmust eredményezett. És itt a Velefétel igazgozni, itt a Horthy korszakban nem Lebesberg és Hohmann, aki domináns kultúrpolitikai szereplő, ők vannak valóban egy kormányzati pozícióban, de azért itt van egy Szalani Szegfű Gyula, van Ravasz, van Illyés és Németh László, és ez nem az Illyés és Németh László, aki volt a 60-as, 70-es években van egy baloldali markáns értelmiség, aki szintén nem az, aki később válik. Szóval azt gondolom, hogy itt több, jóval több szereplős az a játéktér, mint az épp aktuális miniszter. Most, hogyha a végeredmény, a következményekről veszik, ugyanezt veszük lap, vagy tesszük mércére, akkor nem kevésbé szerintem ambivalens eredményre jutunk. Vitathatatlan, hogy az acél névnevé fémjelezte kultúrpolitikai időszakban a kulturális produktumoknak, tehát termékeknek, film, könyv, nem sorolom, színház, képzőművészeti alkotások szintjén, a kulturális intézményrendszer szintjén, a művelődés házaktól egészen továbbra is a könyvtárakon keresztül, a színházakon és a film mozikon keresztül. Egészen azt mondanám, hogy a kulturális menedzselés, szabad a szót használni, a kulturális irányítás bizonyos mechanizmusai páratlan fejlődésnek voltunk tanulva, és ez páratlan örökségként maradt ránk. De a másik serpenyőben az van, hogy az az értelmiség, amely ugyanebben az időszakban megkötötte a kompromisszumait, és amely rendszerváltás után tovább él, ez nagyon nehezen tudott kritikailag helyesen sáfárkodni ezzel az örökséggel. Ez ugyanaz a végeredmény. Ugyanaz a folyamat teremtette meg azt a tárházat, amit aztán nem voltunk képesek szerintem a szabadság pillanatokkal kezdve megfelelő célra felhasználni, és valóban produktív, progresszív módon saját magunk számára felbőzni. Most már benne vagyunk a vitában, azt hiszem alaposan, kimondva vagy kimondatlan. Először is a kapitalizmus és ez a kommunizmus viszony, amiről Sándor beszélt. Szóval én nem hiszem, hogy az acél nevéhez köthető kultúrpolitika értékei abból következtek, hogy burkoltan kapitalizálni akart. Nem. Ő őszintén és olykor taktikusan demokratizálni akart, és ebben vitatkozom az Ádámmal is, mert nem igaz az, hogy az acél korszakban döntően egy elitista kultúrpolitika lett volna, hiszen ez az a kultúrpolitika, amelyik a fogát szívva, de engedte Berkesi András kultuszát, de nem járult hozzá Berkesi József Attila díjához. Ez az a kultúrpolitika,
amelyik persze részben utányi hatásával, de a felülről jövő népművelés helyett valóban közművelődésben gondolkodott, legitimálta az ifjúsági szórakozást, és egy olyan televíziós kultúrát teremtett, amelyik alapvetően egy igényes, populáris, sokszínű, minőségi kínálatot nyújtott. Nem szükséges, hogy megnevezzem ennek a tényleges képviselőjét, a Magyar Televízió elnök helyettese, a művészeti vezetője személyében. Az oktatás ügyben, bár igazán nem értett a cél talán az oktatás speciális kérdéseihez, de hát azért a 60-as, 70-es években Magyarországon mégiscsak egy olyan oktatás révén megvalósuló mobilitás realizálódott, amelynek aztán a problémáit éppen Ferge Zsuzsáék és a többiek mutatták ki, hogy megállt ez a mobilitás, megállt az oktatási rendszeren keresztüli társadalmi kiegyenlítődés. Tehát én úgy fogom föl, hogy azért, mert ez az államszocializmus megbukott, és kétségtelen megbukott, különböző okokból, nem volt eleve lehetetlen, hogy létrejöjjön egy olyan fajta közösségi társadalom, amelyik, ha még az egypártrendszer keretei között is, de fokozatos demokratizálás, egyfajta kvázi polgárosodást mutasson föl, és ez nem feltétlenül a kapitalizálódás irányát jelentette, nem jött be, nem sikerült. És mivel ez a közelmúlt, és ez természetesen az idősebb nemzedék életébe is belekerült, és olykor az életük is ebből fakadt, és ebbe pusztult bele, ezért sokkal kritikusabbak vagyunk, nagyon helyesen, mint egy 100-150 vagy 200 évvel ezelőtti letűnt korszak vonatkozásában. De nem hiszem, hogy itt a kapitalizálódás próbálta meg az acéli kultúrpolitika, a pluralizálást igen. De ez is egy nagyon ellenmondásos dolog volt, tudnék, az ellenmondás abban rejlett, hogy miközben valóban megkísérelte az akkori kultúrpolitika finoman ideológiai fedőszövegekkel, de valamelyes engedni a különböző irányzatokat, engedte, hogy a Vitányi Népművelési Intézetében szépen csöndbe megalakuljanak az ellenzéki csoportosulások és pártok, valóban megásta a rendszert, és létrehozta a többpárt rendszert. Közeljünk a körnek a végéhez, ami az ereje, és aztán lehet kapcsolódni a vitában. Ezt az alkalmat szerintem használják kötözték az előadók egy részével. Hát egyrészt Sándor Terán nem sok hatást gyakorolt az én eladásommal. Amit persze teljesen meg tudok érteni a pozícióból. Be kell vallanom, hogy nem tényleg. Hát én meg viszont, és azért nem sok aranám ezzel a vitával különösebben terhelni, de ebből az álláspontból, amit te képviselsz, annyit semmit nem tudok megérteni a 60-as 70-es évek. Ha a 70-es, 60-as évek, 60-as, 70-es évek magyar művészete azzal a kapitalizmus előretörésen láttán termelte volna az értékeket, és nem pedig egy humanizmus érdekében történő fölépése, éppen a szocializmus demokratizálása és annak az ezzel kapcsolatos összes konfliktus és az összes jelentős film, amit a nemzetközi ítélet elismert és a magyar kultúrát az mind ebből a pozitív korszakából számít, nagyon nehezen látott számfordulhatónak, miközben elviselte az Acél György által dekadensnek nevezett polgári kritikai művészetet is, például 1968-ban és 69-ben. Tehát ez a fajta leszűkített szemlélet, amely például semmilyen megértést nem tanúsít az iránt, hogy sajnos Magyarország 1960-ban egyébként nem egy maga által választott körülményekhez képest indult el egyfajta úton, és semmit nem tud elismerni, hanem egy irracionális rendszer, ami az éppen ezért, amit produkált, az egyáltalán ellenében, ez megfosztja Magyarországot a saját történelmétől. Ez a baj, és ha nagyon kemény vagyok, odáig úgy szerint az alaptörvényt rejelentem a magyar történelmi elítélésében. Egy, nem, nálam az országban, hogy tudom, hogy ez a kettő.
arról van szó, hogy utána azt ígértem, nem fog barátkozni, hanem kartban. A második ugyanez felé. Tehát, hogyha ezt jól értem, amit mond a Szátán, akkor nincs olyan örökség, ami lehet sárkartozni. Akkor ezek szerint nem a kultúrpolitikán, de akkor ez így is a... Ez az, amit 25 évvel a rendszerváltás után még mindig a Fidesz-Kádár párhuzama meg, ahelyett, hogy ennek a rendszernek, ennek a 25 évvel rendszernek a kritikája egyáltalán csak fölmerülne, de most hagyd mondjam el, hogy mindig aztán mondjuk te is nyíthat, csak az mondjam el. Tehát, hogy most már gondoljuk meg, hogy 1956-hoz képest az a 25 év mégis mit produkált, és ez a 25 év mit produkált. Például azokon a területeken, ahol vagyunk. Legalább egy minimális reflexió azért történjen meg, próbáljuk egy olyan keretben gondolkodni, ahol van hozzá tenni valunk. És akkor végül is azért Pétertől ennek azt kérném, hogy akkor állj már ki az ellen, hogy a kultúra, kultúrás forradalomhoz volt, mert ezzel a célkérnek csak az elitista kompromisszumhoz volt. Ennyit tudtam hozzátenni a vitához, tessék parancsolni. Ezt a kört megfújtjuk, és utána. Na, egyáltalában nem mondtam semmi olyasmit, hogy azok a műalkotások, amik megszülettek, filmek, színházi előadások, egyebek, azok azért tettek volna, mert demokratizálódás vagy reformok címén kapitalizálták volna az országot, nem. Ez a gazdaságra igaz, hogy nem tudtak más tenni, mert a produktivitás növelésére egyszerűen nem volt más modell és út, mint közelíteni a piacgazdasághoz, de hát ez persze nem volt lehetséges, vagy csak nagyon kis mértékben ebben a rendszerben, mert az abban a pillanatban szétrobbantotta volna a rendszert. A demokratizálása is ez a helyzet, mert ha egy versenyképtelen rendszer kinyitsz, és ahogy demokráciát csinálsz, akkor ez megbukik. És az mindent meg is bukott. Ahol a rendszer nem bukott meg, az Észak-Kórea, meg Kuba, meg a pekingi vérfürdő eredménye. Tehát ahol a demokratizálódásra rákényszerültek, ott a rendszer meg is bukott, mert nem volt versenyképes. Tehát a cél gondolhatott bármit a demokratizálódásra, arra az volt a dolog lényege, hogy eljutunk olyan szintre, ahol a társadalom önként és dalolva minket választ. De hát ilyen szintre soha nem jutottak el, és nem is juthattak el, ezért aztán ez mind-mind zsákutca volt, és nem értek el vele semmit. Úgyhogy ez mindig így volt, ez 56-ban is így volt, 68-ban Csehszlovákiában is, 80-81-ben Lengyelországban is. Amint kibontakozott volna egy demokratizálódási folyamat, abban a pillanatban végre szébe került a rendszer. Ez a vita azt mondja, hogy nem zárhatunk le köztünk és folyik évtizedek óta. Hallatszik a... Tehát ez a vita nem fejeződik most be, és folyik évtizedek óta, de azért, mert valami nem sikerült, az még nem azt jelenti, hogy törvényszerű volt és végzetszerű volt a bukás. Egyáltalán nem magyar ügyek miatt bukott meg elsősorban a magyarországi államszocializmus, hanem nemzetközi ügyek miatt, és egyáltalán nem volt esélytelen egy olyan gazdaság bevezetése, bár ez végképp nem értek, nincs sok mindenhez, amelyben a versenyképesség és mondjuk valamiféle, most bűnös kifejezés mondok, munkás önigazgatás összefér. Mondj esélytelen. Bocsánat. Mondj egy példát, ahol sikerült. Nem volt eleve lehetetlen, és ilyenek azért ma is vannak Skandináviában, és vannak kísérletek másik is, ahol a kapitalizmus össze tudják egyeztetni bizonyos önigazgatási törekvésekkel. Tehát én nem fogadom el azt, hogy ez eleve lejátszott dolog volt.
De most megfordítom, mert tényleg nem a védekező szerepében akarok tetszelegni. A kulturális forradalom fogalmát nagyon sokféleképpen használták és kompromitálták. Nem azonos a lenini elképzelés a kulturális forradalomról azzal, ahogy ezt Stalin interpretálta, ahogy 1945-47 között a tágan vett demokratikus magyar értelmiség korán sem csak a baloldal képzelte, és nem azonos azzal, amit aztán bürokratikusan később, mondjuk Köpeci Béla különböző előadásokban kép. A kulturális forradalom egyik legmélyebb kifejtése Bíbó István nevéhez fűződik. Ő fogalmazta meg, részben a Horthy rendszer kritikájaként, részben a 45 utáni fejlődés lehetőségeként, hogy a tömegek műveltségi színvonalának az emelése az egyik alapfeltétele egy szocialisztikus, demokratikus rendszerben. Ebben is talán volt utópia, de azért, mert ez megbukott, azért nem lehet azt az egyetlen alternatívát képviselni, hogy vagy önmagát felszámoló bürokratikus szocializmus, vagy kapitalizmus. Én a tercium dátumban hiszek. Ádám. Jó, én igazából csak éles esetben tudom, amit az előbb mondtam, tehát magyarul a kulturális produktumok nagyon-nagyon színes és gazdag örökségét hagyta rám ez a korszak. Másrészt, hogy ugyanezzel a mozdulattal felszámolta azokat az értelmiségi készséget és képességet, amely ilyen hagyománynak és produktum tárháznak a kritikai társadalmi használatában segíteni bennünket. Ehelyett arra szoktatott rá, hogy nekünk a politik értelmiségét a politikától kell várnunk valahogy ennek a kulturális örökségnek a használati szabályait, és nem a konkrét társadalmi gyakorlatból kell merítenünk ezeket, nem vissza kell kötnünk a társadalmi erőforrásokhoz, társadalmi csoportokhoz, cselekvőkhöz, és innen kell megtanulnunk használni ezeket, akár a politika ellenében, hanem ahhoz szoktatott hozzánk a célkorszak értelmiségi politikája, hogy nekünk mindig igazából a politikához kell eleve igazodnunk lojálisan, vagy kicsit hőbörömbe, és közben fogalmunk sincs igazából, hogy az általunk hangzatosan képviselt magyar társadalmi erőviszonyok kulturális szinten tulajdonképpen mit képviselnek. Magyar értelmiséget a társadalommal való érintkezésről szoktatta le ez a rendszer. Azt gondolom, hogy ez egy örökség, amiből nagyon-nagyon sokáig nem fog kiürülni, de akkor is, miközben mi a saját ízlésünket azokkal a műalkotásokkal, művekkel gazdagítjuk, amik szintén ugyanakban a Kádár korszakban születtek. És ha visszacsatoljak, a népírókat, vagy a magyar kétháborúzti baloldali munkásmozgalmat, bármit is gondolunk dolgunk, egy biztos nem lehet tőle kell mutatni, hogy ismerték pontosan annak a népességnek az érdekeit, életét, amelyet a politikai szinten a kulturális értelmiségét képviseltek. Ezt a hagyományt, ezt a kötődést, és itt a magam, folytatnám a kis mikrovitámat Agárdi Péterrel, a tömegkultúra népszerűsítése a Kádár korszakban az pontosan az autentikus népi vagy plebejus kulturális hagyománynak a felszámolását jelentett. Az, hogy nem volt autentikusan képviselt munkás művelődés, nem volt autentikusan művelt paraszti vagy népi gyökerekből táplálkozó kultúra, ha csak ki nem harcolta magának, mint a táncház mozgalom, és az is milyen nyitottságot követelhetett meg. Ehelyett valóban egy tömegkultúra volt, amire szintén sok mindent el lehet mondani, de többek az azt is, hogy kevésbé volt adaptált, inkább manipulálni igyekezett annak a népesség kulturális ízlései, amelyeknek száma volt. A közművelődési politika 70-es évektől legalább a véleményem szerint acél ellenében ment végbe, mint az ő támogatásával. Itt az acél és pozsgai közötti konfliktus szerintem akár tetten érhető a 74-es KB határozat és a közműs törvény szöveg közötti eltolódásokban. Hogy az öntevékenységek igazából és az acél emeli tulajdonképpen kultúrpolitikai elvé szemben, pozsgai emeli kultúrpolitikai elvé szemben acéllal, aki ennek mindig sokadrangú jelentőséget tulajdonított a saját kultúrpolitikai víziójában. Oké, akkor még megadom Liba Sándornak, hogy ott nem megyünk érzőzőnek. És utána akkor önök jön. Egyrészt azzal abszolút egyetértek, hogy mindenféle önigazgatási forma és közösségi forma fejleszthet és fejlődik a kapitalizmusban. Persze, mert az egy rugalmas és életképes rendszer. Persze. És nyilván nem marad ilyen, amilyen most.
Nem arról beszélek, hogy Magyarországon, mert az meghatározza azt, hogy miből jött ilyen körülmények között, még sehol nem sikerült kapitalizmust építeni, és éljen állunk. A másik, amit mondani akarok, hogy arra van példa a sikeres demokratizálásra, van példa diktatúra felszámolására, vagy felszámolására, van példa, egy embert mondok el, akit nagyon-nagyon kevéssé szeretem, Franco. Franco az demokrata, elindította Spanyolországot a demokratizálódás útján, sok-sok vérbíró, falangista, szörnyű múlttal rendelkező emberek fölépítettek egy demokráciát. Portugália is lerázta a diktatúrát, Görögország is az ezredesek uralmát, Chile is demokratizálódott, Dél-Korea is. Tehát demokratizálódásra van példa olyan országokban, amelyeknek a gazdasága a piacgazdasághoz hasonlít, vagy a piacgazdaságba épül bele, vagy Dél-Afrika. Úgyhogy a demokratizálódásnak van lehetősége, de csak akkor, hogyha van egy piaci koordináció, ami az államtól független, mert a bürokratikus koordináció soha nem lesz tőle független. Akkor egy új szakasz jön, mert annyit visszaszólnék még azért, hogy csak a feszültség kedvéért, hogy ez csak a békés átmenetet, azt mondják, hogy tartom meg egyszer. Ilyen békés átmenetet? A 89-es. A Frankot előhoztad. Nem békés átmenetet. A Portugáliát előhoztad. Zárójel Portugáliát nem nevezném a kapcsolatban, mint a demokratikus piac országára. Akkor miért veszed ki Lengyelországot meg Magyarországot, ahol egy kis átmenet volt a rendszer? Egy másik rendszerben, nem? Egy diktatórikus piacgazdaságból át lehet menni demokratikus piacgazdaságban. Okay. Ezt mondta. Jó. Akkor tessék parancsolni. Először is. Csomó példát mondtam, nem így tudom. Arra kérek mindenkit, hogy viszonylag önmérséklő módon kérem magának időt, de viszont vitatkozunk. Mindenkit látok, mindenki ezzel fog jönni a mikrofon, csak kis megértés és szünetben. És azt is kérem, mindenki mutatkozzon be. Sajnálatom, mert a korábbi kulturális diplomata. Följebb. Jaj, Attila, a korábbi kulturális diplomata, aki életlenül így húzta a sorson. Öt olyan megbeszélésén vettem részt az NDK Berlinben Pacsir Györgynek Kurt Hagerrel, ami egyedüli magyar diplomata voltam. Nagykövese volt ott, munkatársa is, ez abban az időben volt, amikor már miniszterelnök helyettes volt, és nem, és még nem. A századik évfordulón szóba került és méltán a személyisége, és én is ezt szeretném kiemelni, amit megtapasztalhattam. Bármiről beszélt volna a Kurt Hager, aki azon NDK vezető kezé tartozott, aki saját jogon akadémikus volt már akkor, mielőtt még nem volt politikai bizottsági tag, mindig a három térre futottunk vissza. Na most ezt én úgy értem meg minden évben, hogy kim volt az Acél György, és majd három hónap múlva az Óvári Miklós, vagy fordítva, és ugyanaz elmondta Acél György és Óvári Miklós. Magyarországról, a szocialista adott területen való együttműködésről, én ebben talán nem mennék bele. Ő, mint fiatal itthoni munkatárs, olyan helyen voltam, ahol az összes jelentést elolvashattam, a tanulmány és elemző főosztály. Tehát láttam azt, hogy a többi kollega miket jelent. És maradjunk csak, igazából Révé Sándornak kitekintés. Hát akkor keletre is tekintsünk ki,
mondjuk Közép-Európára. Én láttam, hogy a moszkvai, a varsói, a szófiai, stb. A prágai miket jelentett vissza. Igaz, amit a Földes György délelőtt mondott, hogy 3T, magyarul a harmadik T, mert ugye támogatni meg tiltani az mindenütt volt, a lágeren belül idéző jelbetében, két helyen volt csak, valójában, Lengyelországban és Magyarországon. Mondjuk az NDK-ban abban kimerült a dolog, hogy... Én most nem a későbbi évekről beszélek, hanem erről konkrétan, amiről személyes tapasztalatom lehet. Tehát mindenütt volt, de mondjuk az NDK-ban ez a következőben merült ki. Kiadtam valakinek a könyvet, én most direkt nem mondok neveket, túl nagy képűség, meg hosszú is lenne, akinek kiadták 500 vagy 300 példányban a könyvét, lehetett a Budapesti Kulturális NDK Kulturális Intézetben, a Prágaiban, meg a másikba venni, de az NDK-ban csak az NDK legkisebb városában volt 2 darab. De ez már ugye a tűrés határa volt. Vagy a Makrát, ez elmondta a Háger az Acél Györgynek, kiadták, tudod, mi most ezzel is demonstráljuk, hogy nem igaz az, hogy mi csak a nem tudom miket, az elkötelezetteket adjuk ki. Hát ugye a Zsdánovi vagy a Fulceva féle kulturális politikáról nincs mit mondani. Még egy dolgot a tűrni kategóriában. Országonként és területenként más és más volt egyház egymáshoz képest is, és Magyarországnak Lengyelországhoz képest is. Irodalomban szinte csak nálunk volt, lengyeleknél se nagyon, a többiek aztán végképp nem. Sem Moszkvában, sem máshogy. A filmművészetben viszont az NDK is többet megengedett magának, mint amennyit ma is gondolnának. Hát a lengyeleket meg a magyar nem mondjuk, de még a drámában is. És amiben szintén többet engedett meg, mert az nagyon is távol volt a problémáktól, az a képzőművészet, a kísérletezés. Mondhatnám, hogy bezárt kiállításod kevesebb volt. Hagyták, hogy legyen, az nagyon úgyse érdekelt senki sem. Problémát sem okozott. Még egy dolgot, és akkor majd be is fejeztem. Normális országban tényleg nem kell kultúrpolitika, pláne, hogy a kormánynak vagy egy pártnak a kultúrpolitikája. De hát mi nem voltunk tekintetben egyáltalán egy normális ország, de a többiek se. De akiket legjobban figyelünk. Ahhoz képest én azt mondom, hogy van mit fölmutatni, és kicsit megértőbb lennék a dologhoz. És személyesen a célhoz. Köszönöm a figyelmet. Akkor gyűjteni fogjuk, már megvan egy sorrend, legalábbis az én fejemben megvan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én dr. Ponc Gábor vagyok, és amikor ezt a kitűnő könyvet olvastam Morgánot a szerkesztésében, Acél történetek, akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy vannak-e engem acél történeteim. És itt a kitűnő előadásokat hallgatva azt tudom, hogy kitűnőek az előadások, de nem voltak acéltörténetek. Takács Ádám utalt ezekre, most itt a beszélgetésben, hogy volt intézményi hozadék, és Agárdi Péter is utalt arra, hogy volt folklorizálás. Nos, én az acéltörténetekhez szeretnék hozzátenni valamit. Nevezetesen az én édesapám, dr. Kocs Sándor tábori lelkész, teológiai tanár volt, Homeltól Hannoverig végigtemette a világháborút, a szövetségesek elismerő igazolásával jöhetett haza 1946-ban. Acél György
akkor Zembléni Pártik Károly. Acél György igyekezett felvenni a legszélesebb körökkel a kapcsolatot, először természetesen a Sáros-Pataki Református Teológiai Akadémiával, és úgy alakult, hogy megszervezték, hogy találkozzon apámmal. Na most a történethez hozzátartozik az, hogy amikor apám 46-ban átlépte a szovjet zónát, akkor az igazoló bizottságban a kommunista tag azt mondta, hogy ha maga ilyen antifasiszta, hogy még papírja is van róla, hogy lehetett a Horthy hadsereg századosa, azt mondta, hogy úgy, hogy ide jöjjek és ilyen kérdéseket hallgassam. Na ezzel el volt vágva, úgy, ahogy van el volt vágva, de ennek valahogy híre is mehetett. A dolog lényege, hogy apámnak a mondjuk az, hogy pikét megjegyzése miatt mondtam el ezt, nevezetesen, a Sáros-Pataki Református Kollégium iskolakertjében egy Kautsky könyvvel a kezében sétált. Jött Acél György, mit olvas, professzor úr? Acél úr, tanulom azt a 400 szót, amit maga megért. Acél György azt mondta, hogy nézzek, én megyek Pécsre. Jöjjön Pécsre, legyen maga a pécsi főispán. Azt mondta apám, hogy Acél úr, azt kívánja, hogy a munkásosztály az én ablakomat hangálja be Pécsen? Nem azért jöttem haza a szocializmus segíteni, hogy főispánok legyen. Nem lesz meg főispánok. Figyelje meg, tudjuk, Acél Györgyöt letartóztatták Pécsen, ugye másodszor elvitték, apámat hátratételt szenvedett hivatalosan így, fogalmazták sok könyvvel a hátam, amikor teológiai tanárként vidékre helyezték papnak, 15 évig nem publikálhatott, stb. Stb. Na most, hogy jövök ehhez én? Úgy jövök ehhez én, hogy soha nem voltam pártag, soha nem voltam 3x3-as, és 1980-ban alakult Művelődési Minisztérium vezetőképzés továbbképző intézetének tudományos tanács tagja lehettem, majd 85-től igazgatóhelyettes. Feljelentettek, hogy az igazgatóhelyettes párton kívül azt mondta Acél állítól, hogy nem baj, feljelentettek, hogy egy papnak a fia, azt mondta Acél, hogy hogy hívják. Mondták a nevemet, hogy Koncz Gábor, közgazdás, stb. Azt mondta, van köze Koncz Sándorhoz? Kiderítették, hogy van. Acél György azt hiszente, hogy hagyják békén. Na most, hogy a vezetőképzőben pártokon kívüliek szabadon azt csináltunk tulajdonképpen, amit akartunk, ez hozzátartozik az Acél György folklórhoz, tehát visszatérek sátorra, jót s jól ebben áll a nagy titok, Acél csinált igenis jót, és ezt jól tette. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szépen. Rengeteg mindenről lehet beszélni napokon keresztül. Én onnan kanyarodnék, hogy Acél György 100 éves. Ebből az alkalommal vagyunk itt. Nagyon jó, hogy itt vagyunk, mert az utolsó 21 néhány évben csak szitok átkod, hallottunk róla legfeljebb. Nem került komoly formába soha semmikor értékelés és szóba. Kivéve a Lévő Sándor kitűnő könyvét, meg ezt az anekdóta gyűjteményt a közéletben. Most én nem tudom, körbenézve, tulajdonképpen vannak itt a magyar szocialista pártból, nincsenek. Ennek a dolog arról kéne szólni, hogy vállaljuk a célgyöldőt, vállalják vagy nem vállalják. Ez a dolog lényege. Hogy mindjárt elmondjam azt, a Lévő Sándor az bizonyos értelemben kapcsolatban, az én világnézetem az, és ezt mindig mindenben elmondom, hogy az élet úgy, hogy van százalékok kérdése. Mindaz az a kérdés, hogy mennyi benne ez, és mennyi abszolútum nincs. Abszolút tisztesség. Hát ezt Révé Sándor is említi, az ő cikkeiben van, mert hát szubjektív leszek, én nagyon nagy olvasója vagyok. Nem tud így írni, mint ő, nagyon kevesen tudnak, ennyi tárgyi tudása kevesen bennek van. Ennyi erkölcsi alapja kevésen bennek van, és ez a baj. Az erkölcsi alapja az olyan, mint a Bibliában a proféták.
állok a sivatag szélén, és mondják az igazat. És tényleg igazat. De közben ott van a Dávid király, aki letepeli a fővezérének a feleségét, lába küldi. Ott vannak a testvérek, akik a dinának, a kukuknak a kéróit aljas cselekkel lemészárolják. Az egész Biblia egy rémtörténet, és hogyha abból indulunk ki, hogy se Lebensben, senki nincs. Bocsánat, kérem, Dél-Korea, akkor köszönöm szépen. Na most itt azt kell eldönteni. Én erre most elmondok egy személyes élményemet, amit már megírtam, meg elmondtam, de egy olyan fontosabb tartok. Habár a kínai népköztársaságban játszódik, amiről tényleg egy véres eseménnyel szilárdították meg, de azért egész jól működik. Hát azért... Elmondanám a következő, hogy Shanghai-ban zsűriztem egy életversenyen. És a zsűrinek az elnöke, a Shanghai Konzervatórium elnöke volt. Volt három nap szünetünk, de meghívott engem Pekingbe, elmentünk Pekingbe vonattal. Vonattal elmesélt a történetet. A piros könyves forradalom alatt őt kirúgták az állásából, internálták, lefogyott 20 kiló, állandóan ütötték, verték, a felesége belehalt a dologba, a családja megnyomorodott, szörnyű állapotok voltak. Hát aztán, mikor megbuktak a lényeg, akkor rehabilitálták. Sírt majdnem az ember. Megérkezik Pekingbe, másnap megmutatja nekem az új történelmi múzeumot, nagyon szép, elmegyünk. Liu Shao Chi emlékkiállítás. Jövünk. Kijövünk, mondom, ez hogy van? Hát ez itt van a nagy téren. A Liu Shao Chi-t a Mao ölette meg, és ott a Mao képet ölte. Most ez hogy van? De azt mondta, mi másképp gondolkozunk. Mao elnökből 70% rossz volt, 30 jó, a 30 képe van képe. 5000 év, taoizmus, laoce, meg a többi, akik mind ott vannak ebben az üzletben. Ezek az életben mind ott vannak. Kérem szépen, az én megítélésem szerint Acél Györgyből, akit hát itt most emlékezünk rá szézzel, tevékenységéből 70% jó volt, 30% rossz, már ehhez hozzá szeretnék tenni, madárcsal, hogy bűne a korén. Nem feltétlenül az ő személyes. El kell dönteni, hogy ez a magyar szocialista párt, mert már a romáig lehet, hogy felvállalják. De hogy ez, ami ebből van, vállalják-e mindennel együtt, mert a múlt az ilyen. A történelem rémes. Úgy, ahogy van, nagyon kevés benne az olyan epizód, ami elviselhető. Szent Istvántól kezdve végig a magyar, a világ történelem. Úgy, ahogy van. A Bibliát beleértve. Na most nagy vállaljuk azt, mint ezek a derék zsidók, akik ott imádkoznak állandóan a Siratófalnál. Ami annak a templomnak az utolsó oszlopa, amit az a nagy Herodes épített, aki nem is volt zsidó, viszont egy tömeggyilkos volt. Meggyilkoltatta az egész családját, de mégis a fal, mint olyan, ott van és túl van rajta. Ferenc József kivégeztette a maradi 13-at, szörnyű dolgokat csinált, tessék megnézni, a budapesti nagykörút még ma is áll, és a dolog úgy dialektikus, hogy most lesz az évfordulója, hogy a Magyar Állami Operaházat, hogy hazabeszélyek megnyitották, és az első részben az első szám, Bánkban első felvonása volt. Ahol azt mondják, hogy a magyar király, mire lesöpri őket az egész társaság, és a kórus üvölti, hogy a magyar szabadság, és tombol a zenekar, meg az üstöp éjjel. Ez volt, és ott jut a Ferenc József. Ilyen ország, ilyen világ. Ebben kellett valamilyen formában, hogy mondjam, van egy olimpia, és van egy nyomorék olimpia. A nyomorékok más időt futnak. Az egy másik idő, nem lehet tőlük azt várni, hogy olyan időt fussanak, mint aki teljes normális körülmények között fut. Én megítélésem szerint, és ezért jöttem el, ma van ez a századik évforduló,
az acélelőtársnak, mint sok mindenkibe. Nagyon sok vétke, nagyon sok tévedése, nagyon sok bűne van. És nagyon sok erénye, előnye, vívmánya, amit szerintem azokat vállalni kéne. Az egyszerű probléma, hogy van-e kultusra, hogy van-e kultusra, hogy mondhatod, hogy józan országban van. Normális. Ezzel nehezen nem tudok mit kezdeni, mert mondjuk a Brit Királyságban kb. Ennyi politikai intézmény működik. Egész elmondhatom bonyolult rendszere, és nem és ugyan a Franciaországban, ugyanez központosított politikája, ott arról aztán nem is beszéljünk, vagy nem beszélve Németországról, hogy világos legyen, amelynek Berlin-Brandenburgban 77 darab múzeum működik egy darab embernek az irányítása alatt, aki azt kőkemény kultúrpolitikának hív, és azt is csinálja. Azt akarom mondani, Sándor, hogy ez effektív tényszerűen nem igaz. Nem ez a kérdés. Hanem az a sokkal fontosabb, amit mondtál, hogy azt mondod, hogy tudnélik, hogy ő neki annyi dolga van, hogy operálva adjon pénzt, és a többiek csak az a helyzet, hogy ez azt jelenteni, hogy egy liberális kultúrpolitika hiánya az annyit jelenti, hogy egy fennálló kulturális rendszert elfogadsz a maga adottságában, kapok elő azokat a részeket, amelyek sok pénzben kerülnek, azokat betöröd. Amit szocializmusnak hívunk, tudtunk volna, vagy én hívni, hanem pontosan az a lényege, és az, hogy benne hogy ez egy kulturális forradalmat kíván csinálni, tehát nem egy meglepett kultúrás szerkezetet kíván rekonstruálni, egyben fenntartani, hanem ebben az értelemben, és ez valóban az Ádám és a Zsoltán problémája, mi megnézzük, hogy létezik-e benne mondjuk munkás kultúra. A probléma abból lehet, és, és akkor bocsánat, hogy még ez, amit Ádám mondta volna, szóval még egy beszélni, hogy mondom a legtudvábban, úgyhogy a leggyorsabban. A Kádár rendszer nagyon jó volt, még elég széles határon belül értelmiségeknek, és nem látnám, hogy ezen kívül kulturálisan valóban egy paradicsomot teremtett volna. Ez az, amiről mindig beszélünk, az valóban, hogy mondja, wir sind das Volk, hogy az minket jelentett. Az nekünk nagyon jó volt, mert emeltek ingyen operaházba, meg olcsó, meg én is, meg itt, mert az egyetem alatt azt csináltam, hogy tök minden csinálom. Szóval, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, de ez nem összekeverendő egészen azzal, hogy úgymond az értelmiség ekkor ment rá, amire ráment. És akkor ez a harmadik részfadalnak. Én azt gondolom, békénysorannak tudom, hogy centenáriumban, de én tényleg nem egy hagiográfiai emlékünnepén veszek részt, arra meg is hiszem. Engem egyetlen dolog érdekel, amit kultúrás emlékünkben csinál, tehát nem, például annyiban, hogy tehát nem érdekel engem, hogy mi az aktár, mert engem egyetlen dolog érdekel, hogy az itt jelen nem lévő nemzedékek, azok értsék, amit mondunk. Márpedig annak az a feltétele, hogy ezt a finom gemütikált kávéházi unterhúzgezát értjük egymás hangot, ez egyszerűen ez soha többet nem lehet használni. És Péter, ez nagyon szerintem, tudjuk ebből ki kell jönni. Úgy lehet a szocializmusról beszélni, hogy 19 éves emberek megértsék. Valóban azt lehet mondani, ennyi személyesség belefér, hogy a fél életemet ez a vacakkal töltönöm. Ez nagyon nehéz. És egyébként a Zsolt, amikor meglépett, a Károlyt, pár hete azt mondta, a Zsolt azt mondta, hogy soha ilyen keveset nem tudunk a szocializmusra, mint most. Aminek egyébként van egy furcsa visszhangja, hogy az Angela Merkel azt mondta egy pár évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hogy soha ilyen közel nem volt hozzánk a nácizmus. Tehát, hogy semmi nem múlt el, de azt akarom mondani, hogy én egyetlen tudom, hogy biztos, hogy ez egy személytelen és tudományos probléma. Mert hogyha nem, akkor elkezdődik a keveredés, a gyűjtéget piszkálva, hogy ne védjük. Szóval az, hogy akkor elkezdődik az, hogy mindenki előjön a saját maga politikai problémáival, az belekeveri ebbe, hogy ő túlélő vagy nem túlélő, bosszú liberális vagy. Nem, tényleg van ennek egy, hát a kultúrás antropológiának van egy, az egy nyelv.
amit arra lehet használni, hogy le lehessen írni egy olyan nagyon bonyolult történetet, mondjuk, mint például azt, hogy mit jelent szenzorázó elektorát. Amit egy kultúrás képezetet leírni a maga működésében. És én azt gondolom, hogy ja, engem aztán tökéletesen idegen, hogy a szocialista párt mit csinál, mert én tőlem lehet, nem lehet, tényleg. Szóval elengedtük egymás kezét, hogy így vegyünk valamiért, soha nem fogtam. De hogy az nagyon fontos, hogy tehát meg kell értenie mindenkinek, hogy ez nem egy politikai, állásfoglalás persze, hanem egy rendszer leírásához szükséges tudások összerakása. És az minél messzebb van, mert elégesen tényleg is köszönöm picit a Vera is, szóval azért, mert a maga jelenlétében nem mertem volna, azért vettem elő a Szekeresnek az életét, mert hogy a Szekeres életet adott az öt mondatból, ahol világosan tudom, milyen kurva bonyolult játék szabályok ez. Tehát, azt a name of the game, ez a kérdés, hogy mi az a játékszabály, ami szerint ezt a játékot játszották. És az nem leírható azzal, hogy a rendszer nem ment sehol most. A Sándor édes, egy világokos ember, hogy hogy a fenében ment? Hát ment azért, hogy rengeteg helyre, de azt az egész Sándor. Azt mondtam, hogy a társadalom, társadalom szerkezetileg, struktúrálisan, a társadalmi gazdasági formációk között nem ment el sem. Ez meg tény. Azt, hogy mi a tény, azt, hogy jól tudjuk, reggel már elhangzott, és most akkor a fiány nem, de ez meg az igen, egymás mögött vagytok, azért tegyesz a következőt. Vagyok. Három magot szeretnék előre egy mondatba, hogy el kell mennem egy 20 perc valahogy esetleg érintve vagyok, amivel akkor is el kell mennem, majd megtudakolom. Ez az egyik, a másik, hogy nem értek egyet azzal, hogy nem kell kultúrpolitika egyáltalán. Sőt, úgy gondolom, hogyha egyszer lenne az életben egy jó kultúrpolitika, akkor más ország lenne Magyarországon. De sose volt. De ez csak zárójel és egy előzetes megjegyzés. A harmadik, hogy nem szeretné magát, például igazán nagy tisztelője vagyok, és nem szeretném a védekező helyzetet erősíteni, vagy erre rá venni, vagy így alakítani a dolgot. Na, de én ezzel az elitista kérdésemmel szemben őkig a Péterrel nem értek egyet. Zsigerileg, abóvó, ez nagyon erőteljesen elitista volt. Én még nem is, de az acél is szerintem, de a struktúra, a rendszer. Dolgoztam. Volt szerencsém másfél évig a Pest megyei tanácsnál dolgozni, művelődési osztályon. Ha Major Tamás a megyei elnök helyettes kezet fogott, az mindennél fontosabb volt, hogyha Iglódi István rendezett egy bármit a Szászalombattai megyei ünnepségen, hogy hány színészhoz és kihoz. Erről értekezletek sorra szólt annyira, hogy jobb magam jön, vagy nem jön. Az, hogy leéget gyálon a művelődési ház, leéget látva a tűzzel. Mi köszönjük hozzá, hogy jönnek meg? De van tanács, van járás, oldják meg. Megszűnt egy művel, egy ifjúsági klub, vagy valami. Egyszerűen ezt az apparátust nem érdekelte. Nem ez volt neki a fontos. Ennek egyébként óriási haszna volt, mert emiatt a valódi művészek és jeles kulturális személyiségek tényleg jó helyzetbe kerültek, mert tényleg becsülték őket, szóval ennek volt előnye is, hogy Szentendrén Csopel Múzeum nyílik, vagy Peti Múzeum, és nyílt, szóval ennek óriát tényleg nyílt, és Szentendrén teátum volt. Tehát meg volt a másik oldalon a haszna, de igazából a megye, a közélet, a helyiek nagyon nem érdekelt ezt a művelődés politikát. Ez az egyik, a másik az azért súlyosabb, amit szerintem látnunk kell és tudnunk kell utólag. Ha valahol viszont tényleg öntevékenység csirái elkezdtek kibontakozni, azt nagyon nem szerették. Azt nagyon nem szerették. Egy vidéki irodalmi színpadnál valami hangzott be, az Isten háta mögött már nem jelentek a nyomozók. És elkezdtek intenzíven érdeklődni a szereplők és a rendező iránt. Ez az ifjúsági klubokban, az irodalmi színpadokban, még kórusoknál is előfordult. Valóban voltak olyan
mindegy. Amit lehet, hogy lepasszíroztak a kis kb. Boglári Kápolnak. Igen, én. Boglári Kápolnak állat. Amit lehet, bepasszíroztak a kis felmatósága alá, és ezzel együtt általában nagyon erősen szinte meg is ölték meg. Majdnem tönkretették. Szerintem az acélizmus egy olyan pluralizmust akart, és utolsó mondatom, pluralizmust akart valóban, és én azt is érzem, hogy a legteljesebb őszinteséggel bízva ebbe, egy olyan pluralizmust, amit 100%-ig teljes egészében készbe tudtak tartani. Most ez a kettő egyszerűen nem jön össze, és nem megy. Én azt elismerem, hogy ebbe az Acél György óriási teljesítmény ért el az összeegyezhetetlenség összeegyeztetésében. Tényleg ez egy fantasztikus, de nem ironikus, hanem tényleg. De a dolog összeegyeztetetlen volt, és valahogy tört volna, ha maradt volna fönn a szocializmus, vagy a gőzalólap azért valahol, nem tudom, hogy kiröpadt volna, vagy tényleg diktatúrává kellett volna átalakulni, nem tudom, de ez így szerintem feltartatatlan volt sokáig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kellemes délutánt. Kródi Gábor vagyok, és csak azért mondom el, mert színe tárvékos itt előttem, én vagyok a MSZP kulturális kabinetjének a vezetője, és figyelünk. Na most a szónak a jó értelmében mondom ezt természetesen. Vitatkozni. Először is révészikor. Én nem tudnám összehasonlítani, biztos nem is így értette, hogy most próbálom ezt letolni, hogy akár egy koreai, vagy egy észak-koreai, vagy egy kínai, vagy egy kubai diktatúrát, vagy rendszert a legkeményebb, legrosszabb Magyarországról is összevessük, nem beszélve azon időszak és azon oldalról, hogy Acél Györgyre emlékezünk itt most. Másfelől kultúrpolitika. Földhát Andráshoz csatlakoznék, hogy ami most van, az a kultúrában van Magyarországon, az azért van, mert nincsen karakteres kulturális politikus és kultúrpolitika. Tehát lehet olyat csinálni, hogy a Dunát szabadjára engedjük a síkságon, aztán megmondom őszintén, lesz, aki örülni fog, mert a kertje végében, kertjének a végében ott lesz a Duna, és horgászhatunk, úszkálhat. De az emberek többségének elviszi a víz a házát. És ez van most a Magyarországon. Miután nincs, szerintem sokan nem, válogatott a közönség. Akkor csak azt úgy mondom, kevesen tudják, nem tudják, hogy ki ma a kulturális politikai felelős ember ma Magyarországon. És ez ugye azt bizonyítja, és ezért is állok vitában önnel, hogy ez így nem működik. Ez persze, lehet, hogy ezt úgy gondolta, hogy eddig történelmük során ez rosszul működött, és nem ilyenek kellene. Én is így gondolom. Nem beleavatkozóan, de irányítóan figyelni kell, hogy mondjam, nem jó szó az, hogy nevelni, mert ugye most jelenleg ez folyik, hanem oktatni az emberekkel, hogy nyitottak legyenek a kultúrára. Ne felejtsük el, és ez egy másik aspektus, hogy Magyarországon volt időszak, amikor magyar filmeket például, most nem beszélve a televízióról, mert másokra is volt, magyar filmekért az ember sorba állt a mozik pénztárban, és 1 millió 200 000 nézték meg. Ma Csehországban ugyanaz a helyzet. Tehát ez nem rendszerváltozás kérdése, meg politikai berendezkedés kérdése. Másik szempont, amiben vitatkoznék Takács úrra. Hogy mondjam, de ön is mondta a második vagy a harmadik hozzászólásában, tehát ezzel szerintem mindegy cáfolta, hogy azt jelentette ki, hogy Acél György túlzottan elitista volt. Hát az az intézmény rendszer, hogy most nem menjek az idő hiányra van túlzottan vele, ami Acél György időszaka alatt épült ki, és tudom, hogy ez nem elsősorban és nem csak mindig az ő döntése volt, de az pont az emberekhez vitte közel úgy a kultúrát, és itt most nagyon nagy felsorolt az intézményrendszert, nem akarok belemenni. De akkor most ne csak az épített intézményrendszerre gondolja, hanem a televízió működése abban az időszakban. Az ország rendőr kultúrházának tekintettük. Én 89-ben kezdtem el dolgozni, még mindig, meg akkor is az volt, a cél hagyományra megfelelően.
és még sorolhatnám azokat a dolgokat, Balázs Béla filmstúdiótól kezdve, Fiatal Művészet Klubja, ami már a vége fele alakult annak a korszaknak. De sorolhatnánk azokat a dolgokat, ami mind pont azokat az embereket érintette meg, akik nem a úgymond felső vagy elitista kultúra tagja és képviselői voltak. Tehát egy vidéki műveleti intézmény felépítése, ami most ugye üres, vagy jó esetben raktár, és annak üzemeltetése, az sokkal fontosabb volt abban a korszakban, mint ahogy ezt mondhassuk. Még két gondolat, az egyik, hogy reflektálok Szinatár Miklósra még egyszer, a Magyar Szocialista Párt olyannyira fontosan tartja az acélörökséget, hogy most elkészült programunkba belevettünk egy kultúrafelújítás és kezelési programot. És ezt acél gyönyörűen neveztük el. És egyetlen egy dolog is befejezem. A Boriszi Szilók Solution Intézet Boros Tamási vezetésével csináltak egy felmérést. Októberben fogják publikálni. Nem akarok erről sokat beszélni, de amit már tudok belőle, és ez nagyon fontos. Csináltak egy felmérést, hogy ma Magyarországon, ez reprezentatív, ma Magyarországon milyen víziója, milyen álmai vannak a politikát illetően a magyaroknak. És tudják, mi jött ki? Hogy az elmúlt rendszerek, és ezt mondtam 150 évre visszamenőleg kérdezték, melyik az a rendszer, amelyik legjobban hiányzik és legjobban tetszett a mai magyaroknak. És mondom, ez nem idősek, nem csak fiatalok, hanem ugye reprezentatív kutatás volt. 42%-ban a Kádár rendszer, és utána 27%-ban következett a rendszerváltástól tartó idáig levő korszak, és például, amit most nagyon nyomjuk itt a Fidesz, ugye, itt körülnézzük akár csak a térre kimenve, a Horthy korszak az csak 3%-ának tetszik a Magyarországon. Ennyi, köszönöm. Úgyhogy most már nagyon korlátozott esély karantolatunk. Bőnyi Gina vagyok, és Takács Ádámhoz szeretnék egy kérdést feltenni. Az első kérdésére azt mondta, hogy beszélt a kulturális megalkovásról. Majd a későbbiekben a kompromisszum szót használta, és magyar nyelvtudásunk szerint különbség van a megalkovás és a kompromisszum között. Jól tudom-e? Oké. Szeretném akkor megkérdezni, hogy ha úgy tudom, hogy a megalkovás az egy inkább terhel, pejoratív megfogalmazás, amely közel áll majdnem a záruláshoz. És hogyha én mindezt jól értettem, szeretném megkérdezni, hogy ha ebben a tézisben mi van belepakolva, kit és mit, mikor, hogyan árultak el? Csak azt szeretném aláhúzni, hogy ezek valóban mint olyan kérdések, amikről szó esik, vagy amiről nem esik szó itt éppen ma, amelyeknek a feldolgozása még sok energiát, időt fog igénybe venni, és az a jó. Én itt nagyon furcsa modelleket láttam, hogy ezzel kezdjem. Itt egy olyan előadás volt egyrészt, amely a történelme nem igazán volt tekintettel, rád gondolom. Ilyen nagy modellekben beszéltél, például már az a kijelentés is, hogy normális ország. Ilyen is, te magad is tudod, akkor minek ilyenről beszélni, minek szóba hozni valamit, amiről te is tudod, hogy nincs. Na most nyilvánvaló volt, hogy ami a kultúrpolitikát illeti, egy ilyen hót, illuzórikus, liberális modellben gondolják azt, hogy a kultúra annyira autonóm, hogy semmi másra nem kell törődni, csak az, hogy ne avatkozunk bele az ő autonóm mozgásában. Na most, nem, ha egy ilyen autonóm kultúra légüres térben lenne, és tudod, élünk, és a kultúra is valami fajta életviszonyok között van. Egyébként, amikor ideológiai verseny fölismerték nyugaton is, akkor elkezdték támogatni bele Olaszországban a filmgyártást, ami nagy előnyére vált az olasz film. És semmiféle kárt nem okozott a nagy autonómiájában. Tehát ez nem így működik. Még egyszer mondom, hogy történetileg kéne a dolgot is tenni.
csinálni. Most történetileg nézve Acél Györgyet nem lehet, az Acél György működését nem lehet úgy egy percig sem megítélni, a könyvedben te sem így jártál el egyébként, hogy tulajdonképpen ne vegyük figyelembe, hogy milyen körülmények között indult, mit próbált elérni, mit sikerült, mit nem sikerült, ez nem nagy modellek kérdése, és nem nagy érték választások kérdése. Amikor ő valamit elkezdett, egy adott konkrét térben tette, azért felelősséget vállalt akkor, felelősséget vállal az utókor előtt is, beleértve a kritikáját is természetesen. Most az egyik dolog. A másik dolog, amit csak éppen érinteni szeretnék, hogy vajon volt-e kultúrpolitikája a Acélgyörgynek? Én tudnék, egyáltalán nem vagyok ebben biztos. Abban az értelemben, hogy pragmatikus, hatalomtechnikai lépések sorozatát produkálta, ez nem kétséges, ebben az értelemben kultúrpolitikus volt. De volt-e elmélete, volt egy olyan koncepciója, amit ő végig akart vinni. Na most a 60-as években szerintem még voltak illúziói, amelyek a 70-es évektől kezdve egyre inkább föl kellett adnia, állandó egyensúlyozásban kényszerült más hatalmi tényezők és a kultúra képviselők között. Védeni kellett a kultúrát, időnként védeni kellett a hatalmi sorstársait is a kultúrával szemben mellesleg. Ez is hozzátartozott egy Acél György ténykedéséhez. De tulajdonképpen egy állandó tűzoltóoltáshoz volt hasonlatos ő és munkatársainak, az egész kultúrpolitikai osztálynak, hogy úgy mondjam, a működése. Ki éppen, hogyha valamilyen művészi jelenség egy nagy fölháborodást keltett bizonyos csinovnikok körében, akkor meg kellett védenie ezt a valahogy meg kellett magyarázni ezt a jelenséget. És hát a csinovnikokat is védte persze, mert nem nagyon tudott, nem tudott mást tenni. De mennyire volt ez kultúrpolitika? Mennyire lehet ezt elvi kultúrpolitikának nevezni? Ez például egy olyan kérdés, amely valóban méltó lenne a kutatás számára. Ezzel valóban szembe kellene nézni. Most egy harmadik dolog. Hát amit én itt hallottam, nem tudom, Takács Ádám részéről, az elképesztett. Elitizmusért egyfelől, hát ugye elitizmus. Nem kétséges, hogy maga Acél egész lényével elitista kultúrába gondolkodott. Ez nem kétséges. Tehát nem ő volt a kultúrpolitika. Rajta kívül mások is voltak. A populáris regiszter nem ő hozzá tartozott, de attól még a populáris kultúrának voltak felelősei. Tehát a magyar, az akkori kultúrpolitikát nem Acél György egyedül csinálta. Semmilyenképpen sem. A populáris kultúrához nem volt érzéke, kedve, érkezése, nem is törődött vele. Mások törődött vele. Tehát volt munkamegosztás ebben. Egy. Kettő. A nép, a társadalomhoz való tartozás, a népi írók nem elitista társaság volt? Mi közük volt a valódi néphez? Egyébként meleget tudom ajánlani József Attilának egy fantasztikus írását, a munkanélküli írók táppénzét, ahol önkritikusan elmondja, hogy mi a népért lennénk, tehát mi nyomorunk nem a nép nyomora, mi a kávéházban nyomorunk, ugye? A nép másképpen nyomorunk. Nagy Lajos társa volt ebben. Nem Nagy Lajosnak köszönhetjük, az egyik legzseniálisabb, hogy mondjam, dokumentum, vagy szociográfiai műve, ne lett volna köze neki a néphez. József Attila ne lett volna köze a néphez. De nem volt benne a népben, nem tartozott a nép körében abban az értelemben, amit én itt legalábbis kiolvastam a szavaiból. Hát elképesztő, hogy a magyar értelmiség le volt arról szoktatva, hogy a társadalomba való beleágyazottságát kellőképpen érzékelje, életben tartsa, stb. Stb. Hát nem ezzel múlik a magyar értelmiség népközelsége, hogy mennyire van beágyazva abban a népben, amely népet például nem nagyon érdekli ez a kultúra, mert éppen ők is úgy általában. Ez nem véletlenül esnek. Egyáltalán a népről mit tud az, aki egy ilyen... Ez egy ideológia, egy abszolút illuzorikus ideológia szerintem, amit itt előadtál. A Pozsgairól most ne beszéljük, hogy a Pozsgai mit nyitott az Acél Györggyel szemben, és mit nem nyitott, ez egy külön szakkérdés lehet. Szerintem Pozsgait végképp nem értékelni. Ő abszolút ideológusként működ, ideológikaként, eszközként használt az egész népi tábort, amennyire módjában áttennék.
A népi tábor jó része ezzel tisztában volt, de ők is eszköznek tekintették a kozsgait, és tudjuk, hogy a politikában ez így történt. Na most végül, tehát a magyar értelmiség, hogy megalkudott volna, volt aki igen, volt aki nem. A világ nem egysíkú, semmikor se egysíkú, még a diktatúrákban sem egysíkú a világ. Nem így működik a világ egyszerűen, hála Istennek. Részben erről szinettárunkhoz szól. Tehát nagyon sokféle ember van, nagyon sokféle lehetőséggel vagy lehetetlenséggel, és aki tényleg történetileg próbál ehhez az időszakhoz, nem csak a Szégyőgyhöz, hanem a többi szereplőhöz, például az akkori értelmiséghez közelíteni, annak valóban fontolóra kell venni, egyáltalán a dokumentumokat alapvetően tanulmányoznia kell, hogy ki mit csinált, miért csinálta, mit tudott csinálni, vagy mit nem tudott csinálni, milyen kényszerek működtek. Hát a kényszerek vizsgálat az egyik legdöntőbb kérdésed. Köszönöm. Tessék! És akkor befejezzük. Én Lipusz Balázs vagyok, elnézést, muszáj nagyon röviden reagálnom az előttem szólóra is, hogy én nem, de remélem csak félreértettem, hogy József Attila és a munkás költőket hogy vesszük ki egyébként abból a csoportból, a munkásságnak, a népnek a csoportjából, hogyha egyszer onnan származtak, és egészen az életük végig, hogyha végcélokat tekintve el is ismerem, hogy mondjuk az értelmiséghez lehet már őket venni, mert hogy felvettek kulturális tőkéket és egyébként, mint a munkásság nem rendelkezett, de ezeket adták is át egyébként nekik például a Vasasszékházban, de ez csak nagyon röviden. Bocsánat, egyébként nagyon sok minden el tud építottozni Prányi Sándornál, de maradjunk Acélnál szerintem, hogy Acélnál szerintem nagyon fontos az az aspektus, mert itt nagyon sokat emlegettük a Kádár korszakban való munkásságet, én erről viszonylag kevesebbet tudok egyébként, és meg tudom érteni, hogyha valakinek fájdalmas vagy specifikusan nyúlnak a témához, hogy Acélnak a munkássága a Kádár korszakban, de az, hogy az elitben elithez szeretett volna húzni, valahogy így fogalmazott, és élvezte az elit mellett való munkálkodást. Én ezzel azért nem tudok azonosulni, és ezt olvastam abban a könyvben is, amit itt az egyik úr hozott elő. Én ezzel azért nem tudok azonosulni, mert egyébként ugyanez az Acél az, aki a sokat emlegetett két világháború közötti munkás kultúrában, munkás mozgalomban olyan költők mellé áll, de akik egyébként egyáltalán nem voltak nevek akkoriban sem, például akit én kutatok Zsigmond Edének, akiről maga Radnóti né is azt mondja, hogy egy erőtlen költő és csúnyácska, de hogy utána meg még Acél arra is vetemedett, hogy utcát nevezzen el erről a Zsigmond Ede nevezető emberről, akit a mai napig nagyon kevesen ismernek. Szóval én nem tudom megérteni ezt az elit, ezt az elites dolgot, meg ezt a magas kultúrás részt. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Azt érzem, hogy a hangulatból is jön az ideje, hogy a zárókört megfussuk. Uraim, ki kíván először reagálni az őt értelmokra? Mondjuk én ezt nem pejoratív értelemben mondtam, Acél, aki nagyon nehéz körülmények között jött, az értelmiségbe szeretett volna fölkapaszkodni, bizonyos mértékben sikerült is, és a korszak nagy költői körül nyüzsgött és szavalta a verseit. Én ezt csak ebből a szempontból mondtam. Ez számára nagyon fontos volt. Zsigmond Ede meg a barátja volt, aki a Népszavában nagyon szépeket írt az előadó estéről. A Pesti Naplóban már nem írtak olyan szépeket, volt, nem a barátja írt. Na most sorrendben nem áll, hogy csak szitokátok hangzik el Acél Györgyről. Mindenki, aki Acél Györgyöt kedvelte és mellette akart szólni, az szólhatott az elmúlt 20 évben, szólt is sokat, Acél úgy érte meg a rendszerváltást, hogy nincs aki megvédje, őt csak támadják, gyalázzák, holott ez nem igaz, ezt a könyvemben elég sokat írok arról, hogy mennyi minden jelent meg mellette, mert hogy nem volt már diktatúra és szabad már is még, és szabadon megjelent. Hát, hogy Kínában mennyire
vannak meg, azt mondjuk hagyjuk, nagyon alacsony az újraelosztási arány, az egyenlőtlenség óriási, az egyfőre jutó GDP körülbelül a magyarnak az ötöde, nekik legyen mondva. Ami a százalékot illeti, én igazán nagy barátja vagyok az árnyalásnak, meg pályám során más se teszek, meg az acélkönyvemben is erre törekedtem, meg mindenféle cikkemben, csak azt érzem, hogy elsikkad az, amihez képes árnyalunk. Szóval árnyalni mégis úgy lehet, hogyha meghatározzuk azt a nagyobb kört, azt a szélesebb fogalmat, amin belül árnyalunk. És a százalékos dolog az azért nem stimmel, mert nem mindegy, hogy minek a százaléka. Ha ilyen százalékokban gondolkodunk, és egymás mellé tesszünk egy kommunista programot és egy nyilas programot, akkor azt látjuk, hogy a kizsákmányolás megszüntetése mind a kettőben benne van, az egyházi földbirtokok felosztása mind a kettőben benne van, a tervgazdálkodás mindegyikben benne van, a kizsákmányolás megszüntetése. Jó, én csak azt mondom, hogy két különbség. Ezt a jobb oldal átvette a bal oldalt. Nem. Ez azért már tényleg több. Bocsánat, hadd fejezzem be. Azt akarom mondani, hogy ha ezeket a programokat egymás mellé veszed, akkor két különbséget találsz. Az egyik, hogy Marx helyett Krisztusra hivatkoznak, a másik, hogy a kapitalistát azonosítják a zsidóval. És a kapitalizmus kiirtását a zsidók kiirtásával tartják egyenlőnek. Nagyjából ez a különbség, hogyha a pártprogramokban ez százalékban nézi valaki, akkor ez kicsi százalék, mégis alapvető különbség, mert nem igaz, hogy azonos jellegűnek akarom mondani, csak azért, csak azt akarom mondani, hogy ha százalékokban gondolkodunk, akkor ilyen képtelenségekhez jutunk. Szálasi másra se hivatkozik, ne viccelj már, olvasd el a napját. De elolvasod a nyilas pártprogramokat is, a kaszás keresztesekért például. Na szóval, ami a kultúrpolitikát illeti, egyrészt volt bizonyos félreértés, másrészt az időszorításában, meg nyilván a saját hibámból félreérthetően és szűken fogalmaztam, tehát azt mondtam is, hogy a támogatás az mindenképpen kell. Az kétségtelen, hogy állami intézmények nélkül ez a dolog nem megy. Ebben van egy ellentmondás és veszély, hogy ezt ugye semleges, világnézetileg semleges, laicista államban ez valamelyes önellentmondás, amit föl lehet oldani, hogyha megfelelő pluralizmussal és távolságtartással intézik ezeket a dolgokat. Franciaországban nem annyira minden, ez igaz. Angliában sem teljesen, de én nem is mondtam, hogy optimális országok vannak, optimális közelítő, és ez csak a mai helyzetre vonatkozik, mert nyilván az optimum történelmének mozog, mert a hallatásba visz az ember. A diktatúrák között nem akartam egyenlőséget, mindenképpen azt mondtam, hogy a szörnyű diktatúrák, a vérengző diktatúrák bizonyultak föntartható. Hogy ha egy diktatúrát megpróbálnak élhetővé tenni és emberarcúvá tenni, akkor az hamarabb megbukik. Éppen azért, mert nyitott, és a kényszerek elmúlnak, és ha nem muszáj, akkor senki nem szeret diktatúrában élni. Ami az elitizmust illeti, a cél itt tulajdonképpen Kádár ellen dolgozott. Megnézzük Kádár szövegeit. Hogyha nekem választanom kell a között, hogy magas színvonalú kultúrát adjunk, amelyik nem
minket propagál, vagy középszerűt, vagy szocialista, akkor inkább azt mondom, hogy középszerűt és szocialista. És egy csomó ilyen megnyilvánulása van. Acélnak jelentős mértékben Kádár anti-elitizmusát kellett ellensúlyoznia. Most a kényszerpályákról megint csak azt akarom mondani, hogy Acélék a kényszer önkéntesei voltak. Kényszerpálya volt, de olyan kényszer nem volt, hogy valakinek hatalmat kelljen gyakorolni. Ez nem volt muszáj. És ha valaki nem akar hatalmat gyakorolni, akkor amikor csak diktatórikus hatalmat lehet gyakorolni, akkor nem gyakorol. Mást is lehet csinálni az életben. Hogy 42% a Kádár rendszer tartja a legjobb, ez magyarázza a Fidesz népszerűségét. Hát ezért tartunk ott, ahol tartunk. Azon kívül nézzenek meg orosz közvéleménykutatásokat, hogy hol áll Sztálin. Vagy romániaiakat, hogy hol áll Ceausescu. Úgyhogy ezzel érvelni, hát a MSZP képviselőt, kedves úr, szolgáltatott nekem az eddigi érvelmet, én inkább érvek, hogy ne szavazzak az MSZP-t. Örülök, hogy ezt már most megmondtad. Mikor tagad? Benet jövő, most is kihasználtad az alkalmat. Köszönjük, röviden reagálnék a népszerű nekem szívzenségre, kérdésekre és megjegyzésekre, és most akkor biztos, hogy valamennyi félreértést el tudom oszlatni, amikor nekem szívzett mondani valója mögött munkál, de azért megpróbálok néhányról reagálni. Az egyik az, hogy nem tudom egy pillanatig se, hogy Acél mögött, mellett, talán fölött is voltak más kultúra alakító tényezők Kádár korszakban. Mindenesetre nem ütek ünnepeljük. Nem is emlékszünk rájuk, hogy ezt kik voltak. Itt Acélgyőről van szó, és mondom, nem véletlenül, ha egy dologban nem volt vita itt ma közöttünk, az az, hogy Acél neve és általa képviselt kulturális vízió markánsan rányújta a jegyét a Kádár korszak kulturális politikájára. Én ebből indultam ki, ezen belül különösen kiemelném, hogy ha ezek szerint elitista volt, akkor megvenem kockázatot, hogy elitizmusan markánsan rányújta a jegyét a Kádár korszak kulturális politikájára. Ez azt jelenti, hogy nem törődött sem a munkás művelődés, sem a népi nemzeti hagyományok átalásának kérdéseivel, és lehetővé tett, hogy már a sokkal kevésbé tehetséges, sokkal körülfontabb, sokkal manipulatívabb erők felhasználni ezeket. A Gáspár Sándor, Biszkubéla, Győrénybe és mások nevével fémeztő munkás ellenzék, a munkás művelődés, brigád művelődés ideológiájára támadja majd a reform folyamatokat. Nagyjából elmondható ez is egy kicsit a népi nemzeti ellenzékkel, csak egészen más. Felhangolt, ott a demokrata fórum előzményei használják, hogy politikai tőkeként a népi nemzeti hagyományokat a szélelik ellenében, ott már pozitív felhangolt. Pozsgai Imre szeretne nyilván jóval, amivel esetleg majd ráemlékezünk róla, és kell tartanunk ezzel szintén konferenciát. Azt azért hozzátenném, hogy ideológusnak tekinteni pusztán, az általam ismert dokumentumok alapján, ha erről beszélünk, nagyon nehéz volna. El kell olvasni a közvetlen törvény szövegét, ami 76-ből ír egy markáns, alapvető a rendszer működés szempontjából keretdokumentum. A 20 paragrafusból egyszer fordult a marxizmus, leninizmus, meg egyszer a szocializmus kifejezés. A kulturális öntevékenység, a kultúra finanszírozás, a kultúra működtetés kurca, vagy viszont annál inkább tele vannak vele. Plusz Pozsgainak köszönhető, ugye, ahogy tudjuk, hogy a parlament egyetában becsempészte alparagrafusként azt a kifejezést, hogy fontos a szocialista kultúra szempontjából a népi nemzeti hagyományok ápolása. Ő megtette azt, amire a cél maga módján sosem érdekelt. Ami az értelmiség és a nép viszonyát illeti, a félreértés markánsa. Semmilyen módon nem állítom, hogy a értelmiségnek volt, be kell ágyazódni bármilyen kategóriát népre nevezünk. Én a népi kultúra kifejezést használtam, ez egy társadalom tudományos magyar kifejezés, a társadalom általános rétegé által működtetett, vagy képviselt, vagy átélt kultúrára vonatkozik, lehet egy populáris kultúrát mondani, csak magyarul vészesen közel kell a tömegkultúrához a kifejezés. Itt a társadalomra van szó, nem a népről. Az értelmiség és az értelmiség nem kell beágyazódnia semmiféle népbe meg társadalomban, ismernie kell, vagy kíváncsiak kell rá lenni. Az értelmiség megmaradt értelmiségének úgy, hogy tudja, hogy ki az, milyen az a társadalom, amelyek az értékeit egyébként kulturálisan érvényre juttatja, és ezt képviseli. Azon, hogy mindent elmond a népírókról, mindennel lehet őket vádolni, akárcsak két háború közti baloldali kulturális képviselőket, azt nem, hogy ne ismerték volna, és ne lettek volna kíváncsiak jól vagy rosszabbul annak a néprétegnek, annak a társadalmi rétegnek a viszonyaira, amelyet egyébként kulturálisan képviselni igyekeztek.
Ugyanez nem mondható a kádárkori magyar értelmiségről. Nem ismerték a magyar társadalmat, a politikusok se ismerték a magyar társadalmat mellesleg, és nem voltak kíváncsiak igazából a magyar társadalomban. Ez egy markáns különbség. Nem a beágyazódás, nem az attitűd, nem semmiféle hagyományátolásról nincs szó. Itt ez ismeret és tudás kérdésről van szó, illetve az, hogy milyen erőforrásban építjük a kulturális reprezentációkat, és milyen erőforrások támaszkodva akarjuk a kultúrát értésében. Pusztán erről van szó. Ami a kompromisszum és megalkovás kérdést illeti, én felvált használtam a szavakat, azt mondtam kompromisszum, vagy kiegyezés, vagy megalkovás. Egy nap arról vitatkoztunk, hogy vajon az értelmiség szerepét inkább pozitívan, vagy negatívan kell minősíteni, itt volt ezt a kérdést. De arra kíváncsi, mi a megalkovás a magyar értelmiség szempontjából, a kádárkorszak esetében, az az, hogy lemond azokról a kritikai lehetőségéről és történelmileg megörökött lehetőségéről, amit egy értelmiségi szerep jár, és ehelyett a hatalomhoz való dörgönlőzéssel és közelkerüléssel inkább az előnyökben, a kihasználó előnyökben gondolkodik. Ez volna vélemény szerint azon pillanatban egy megalkovás pozíció a magyar értelmiség részéről, amivel azt lenne állítani bőven az értelmiségről beszélünk. Köszönjük szépen! Magányi Péter. A vitát természetesen nem fejezzük be, de egy-két dologra hadd reagáljak. Ádámhoz. A közművelődési törvény szövegét nem Posgai fogalmazta, hanem Acél és munkatársai. A Posgai a beszédet tartotta, mert akkor már ő volt a kulturális miniszter, de a koncepció nem az övé volt. Posgainak is voltak érdemei, és voltak, hát hogy mondjam, finoman szólva tévedései, de hogy őt mi kötötte a néphez, az számomra legemlékezetesebben a Szinetár Miklós Tartuf rendezése mutatta meg 87-8 körül. De nem róla szó. Jó, csak az mutatta meg. Szóval, hogy itt a népiség mennyiben ideológia, mennyiben eszköz és mennyiben mély ismeret, az összetett kérdés. A fiatalembernek emlék, ne haragudjon, hogy a nevét nem tudtam megjegyezni, valóban nem a származása döntő, és ebben Illésnek van nagyon igaza, amikor 30 évben azt írta, hogy azt, hogy a népfia vagy, igazolnod, sej nem azzal kell, honnan jössz, azzal ecsém, hova mész. Na most ilyen értelemben tényleg nem az a döntő, József Attila sem attól baloldali költő, hogy munkás a proletár származású, de természetesen nem közömbös az ő életszituációja, életformája. Na most, hogy az acéli kultúrpolitika elitista volt-e vagy népi, én azt hiszem, hogy éppen az adja ennek a kultúrpolitikának a sokszínűségét, értékét, hogy ebben volt elitizmus is, és volt populáris jelleg is, részben munkamegosztással, ahogy ezt Veres András mondta, részben személyes elfogultságokkal. De hát az egésznek azért volt ideológiája. Itt vitatkoznék egy icipicit Veres Andrással, miközben a lényegben egyetértek. Ugyan kidolgozott kultúrpolitikai víziója nem volt, de volt egy társadalmi alapkoncepciója neki is, és más baloldaliaknak, és ez az emancipáció. A társadalmi emancipáció is úgy fogták föl, és ez egy 20. század elején, sőt 19. század régi világkép, hogy a kultúrát és a társadalmi felemelkedést össze kell kapcsolni. És ezzel szemben volt a konzervativizmus, ezzel szemben volt bizonyos szempontból a népiek is, de a népiekkel való szövetséget, ami olykor Acél és Németh László, vagy Acél és Illés kapcsolatát is jelentette, éppen ez az emancipációs igény határozta meg, amelyben persze sok mellékfogás, sok tévedés is beleszövődött, de ezt a szándékot vagy koncepciót, ezt az emancipációs koncepciót, aminek egyik eleme a demokratizálás korlátozott formában, ezt nem javaslom elvitatni azoktól a baloldali politikusoktól, vagy értelmiségiektől, akik ezt őszintén hallották. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rám Bálint.
várna feladat, hogy, hogy összefoglalót mondjak, amit igyekszem röviden megtenni, de ahhoz, hogy ne az legyen, hogy én az összefoglalóban becsempészem a saját véleményemet, ezért már mutatom az értelemben, hogy itt a cica rövidában egy mondatot mégiscsak muszáj vagyok, mielőtt az ászlókkal elkezdenék mondani. Mégpedig arról, hogy van-e történelem, vagy pedig tiszta normativitás van csak. Igen, jól érzed, hogy ez nem egy szó, ez spekulációból. Tehát, hogy tudnék az az állítás, viszont a 42% mint mindig Acél György és Kádár János a felelős. Mert azt mondtad, hogy a mostani elég a Fidesz 42%, tehát a Kádár rendszer támogat. De pillanat, azt mondtad, hogy itt tart, ez jellemző a Fidesz rendszer. Én meg azt gondolom, hogy ennek a rendszernek a kritikája, ami ma van Magyarországon, még mindig 42% a Kádár rendszer ilyen magasra értékelik. És azt gondolnám, liberális gondolkodó társaimtól, hogy a minimális önreflexiót ezen a területen úgyhogy hagynak. Tehát az a szigor, amiben képes vagy megítélni az előző szocializmus és minden baloldali teljesítményt, és ahogy szükségesnek tartottad most is leszögezni a platformodat, abban a minimális önreflexió jelét, mivel összekapcsolódnak, hogy hitelesebb tudna legyen számomra. De most erre válaszolsz nyugodtan két mondanom, mert ez nem a szászó. Szóval, azt a felmérést megnézitek, amelyet a Vásárhelyi Marcsék csináltak, és amiről külön kiadtak egy kis füzetet, abból kiderül, hogy a Kádár korszakot magasra értékelők között a jobb oldal, a mai jobb oldal hívei legalább annyian vannak, mint a szocialisták, és ez nem véletlen. Oké, hát akkor megerősítettem, és sikerült újra elmondani, hogy azt nem én látom. Tehát ezt köszönöm szépen a konferenciáról. Úgy kell kezdeni, hogy először szeretném megköszönni az összes előadónak a hozzájárulásnak ez a konferenciához. Azt gondolom, hogy 2017-ben, hogy egy ilyen szintű konferenciát tettek a bárulatban. Elsősorban az előadónak köszönjük. Másosorban szeretném megköszönni az Acél György személyében valamilyen módon érintett, közelebbről érintetteknek, és ezt nem úszhatják meg, ha már itt vannak, azt a megértő, toleráns hozzáállást, és azt, hogy mindent, és mindenki elmondhatta Acél György a véleményét, hogy ne kelljen azt érezni, hogy valakit itt megsértett, vagy úgy érezte valamit valaki szókért. Tehát magyarul a családjának, a jelenlévő tagjainak szeretném megköszönni azt, ezt a fajtát. Harmadsorban én szerintem ez a konferencia azt mutatta meg, hogy a maga kultúrpolitika tetszik, nem tetszik, a leglényegesebb társadalmi kérdések egyike, a kultúra ezen belül, és ha jól értem, abban azért van egy közös nevező, amit Akádi Péter mondott itt a végén, hogy a kultúrát értelmezni az emancipatórikus funkció nélkül hát bizony ez egy eltévedéshez vezet. És az egy nagy kérdés, hogy a bírálat jogos-e vagy se, elitista volt-e a Acél kultúrpolitika, vagy nem. Én ezt már itt viszont a Lászlóban nem szeretném végig. Arra szeretném még reagálni, hogy Szinetár Miklós, aki persze azóta eltávozott, nekiszegezett az itt bélelmezett MSZP-s politikusoknak, hogy vállalják fel Acél György örökségét, vagy sem. Ugye talán lehet tudni, hogy bizonyos politikai szerepet játszottam bizonyos időszakokban az MSZP életében is, velem szemben ül egy hölgy, aki nálam is jóval fontosabb szerepet játszott, és ugyancsak nagy önmérsékletet tanúsított, amit neki is szeretnék megköszönni. Én nem mentem volna odáig, ameddig elmentél. Mert azt mondtam volna, hogy a tanúságait mindenképpen hasznosítani akarja a szocialista párt annak a kultúrpolitikának, amit mondod, de nem én vagyok most a kultúrpolitikus, hanem te. Tehát azt hiszem, hogy egyet azonban megint csak mindenki alátámasztott, hogy kirakni a nemzeti tradícióból, a nemzeti hagyományból, a társadalmi önismeretből, a történelmi önismeretből ezt a korszakot, és
annak a céljával, hogy ki lehessen hagyni, nem tárgyalagosan, de ez megengedhetetlen, és szerintem ez a konferencia tett azért, hogy ez ne lehessen így. Köszönöm szépen a részvételt.